Más millióbe csöppenhet az, aki ellátogat a Barátok kávézó és teázó udvarába. Az egykori ferences rendház épületében a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum munkatársai meg hét baráti környezetet próbáltak teremteni a vendégek számára. Ennek a kolostornak, mint minden kolostornak, természetes hozzátartozói egy kvadrum. És ez a terasz Szent Imre kvadrum, amikor most itt tavasszal megnyitja a kapuit, és fogadja majd megfelelő alkalmakkor a látogatókat, akkor szeretnénk egy olyan helyszínt biztosítani, ahol meghitt körülmények között, csöndben, békességesebb viszonyok között tudnak emberek letelepedni, beszélgetni, olvasni, egy kicsit kifújni magukat. Róth Péter alpolgármester a terasznyitó rendezvényen elmondta, elindult a turisztikai szezon, sokan érkeznek Székesfehérvárra. Öröm, hogy az egyházmegye idén is kinyitja az udvart a látogatók számára. Nagyon sok fehérvár is belátogat a belvárosba, és nagyon sokan jönnek máshonnan. Ez az udvar itt egy, a belváros kellős közepén van, és mégis egy csendes pont, ahol minden vendégünknek lehetősége nyílik csendesen, kis megpihenésre és felfrissülésre, akár a kánikulában is, hiszen egy lefedett udvarról beszélünk, és mégis jár a levegő. A rendezvényen két különlegességet is bemutattak, az egyik ilyen a Szent Imre sörpárlat, amely elnyerte a Prépost sörpárlat díját a Quintessence 2024 versenyen. Az ezüstérmet több mint 1800 minta közül megmérettetve érdemelte ki a párlat. Nagyon jó volt az alapanyag, a pálinka főzdés úgy látszik jó munkát tudott vele végezni. Illatában nagyon szépen megjelennek a sörre jellemző karakterek, a malátásság, szinte ilyen sörhabos jellege van az illatban, az ízében pedig egy ilyen kellemes, édes kés, de ott van a sörre jellemző kicsit keserny és ízvilág, tehát újra tükröződik a sör egy más termékben, egy magasabb koncentrátumú termékben. A másik különlegesség egy sütemény, a Prépost szelet, a már létező Prépost sör felhasználásával készül. A Prépost sör egy porter típusú barna sör, és léteznek olyan receptek, amelyek barna sör felhasználásával készülnek, és egy ilyen receptet dolgozott át, illetve alakított át Enesei Brigitta kolléganőnk a Prépost sör felhasználásával, és így készült el a Prépost szelet, ami egy finom csoki torta, malátás és kicsit komlós jegyekkel. A Barátok kávézó és teázó udvarába a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum nyitvatartási idejében lehet beülni egy italra, egy sütire.